Három év alatt sikerült megvalósítani a programokat Mezőtárkányban az Építs Jövőt Új Esély program Füzesabony és Térsége pályázatban, mint a pedagógusok továbbképzése, valamint a gyerekek számára különböző foglalkozások, kirándulások szervezése. A részletekről Tótni Szabó Anita polgármester adott tájékoztatást. Községünk nagyon örült, hogy részt vehet a Füzesabony város által megpályázott és elnyert Új Esély program Füzesabony és Térsége című projektben. Az intézmény vezetőink is, a Laskórima Szociális Intézmény, a Mesevárovoda, illetve az általános iskola vezetői mind egyként mellé álltak az ügynek, és végig koordinálták, hogy ezen programokban részt vehessünk. Nagyon sokrétű, széleskörű programsorozatot tudtunk megvalósítani, és amellett eszközbeszerzést, főképpen laptopokat, szoftvereket, nyomtatót, fényképezőgépeket tudtunk venni az intézményeink számára, és hangszórókat. Emellett pedig még nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy ösztöndíj támogatást tudtunk a gyermekeknek 3 éven keresztül juttatni, ami hát újdonság volt tulajdonképpen településünk életében, hiszen eddig nem nagyon volt erre forrásunk. 2.250.000 forintot osztottunk ki a 3 év során, sőt 3,5 év, hiszen 2021. 7. hóban még osztottuk az utolsó részletet, és 18. januárban kezdtük ezt a projektet egyébként. Általános iskolai, középiskolai tanulóknak és főiskolai hallgatók számára tudtunk ösztöndi támogatásokat adni. A programokban pedig nagyon széles körűen vettek részt a gyermekek és a felnőttek is. Hát hagyj kezdjem a felnőttekkel. Az óvoda pedagógusaink kétféle készségfejlesztő foglalkozáson is részt vettek. Konfliktuskezelő és zenei készségfejlesztő programokon vehettek részt 6 fő óvodapedagógus, és az ott elsajátított ismereteket nagyon hasznosan tudják alkalmazni az óvodapedagógiai munkájukban. Az óvodásaink pedig nagyon-nagyon színes és nagyon hasznos tevékenységeken vettek részt. A füzesabonyi műjégpályán megtanulhatták ugye a csúszás technikákat, ismerkedtek ezzel a téli sporttal. Nyári erdei táborozáson is részt vehettek óvodásaink. Méghozzá a Bekölcei Falubíró Vendégházban szervezett erdei táborban összesen 18 nagycsoportos óvodásunk jutott el ide. Az volt az érdekessége, hogy annak ellenére, hogy először voltak távol a családjaiktól, hát senkinek nem volt honvágya, sőt, még szívesen maradtak volna. 3 napot, 2 éjszakát töltöttek ott, hiszen annyira színes program várta ott őket, az erdei kirándulás mellett volt tábortűz, kenyérsütés, agyagozás, különböző termékekből barkácsoltak, esti tábortűz, olyan új élményeket szereztek, hogy nagyon-nagyon sokáig meséltek erről, és szerintem egy életre szóló élményt is kaptak. Ezen kívül pedig úszásoktatásban is részt vehettek, méghozzá az EGRI úszodában szakképzett úszásoktató ismertette őket meg a vízzel és a úszás alapvető technikáját sajátították el. A foglalkozásokon főképp hátrányos helyzetű gyerekek vettek részt. Iskolásainknak is nagyon sokféle programot tudtunk kínálni, hiszen 3 éven keresztül, 2018. január 1-től 2020. december 31-ig havonta mind az alsósoknak, mind pedig a felső tagozatos tanulóinknak könyvmúj és ökommandó szakköröket tartottak a pedagógusok. Ezek olyan tematikus foglalkozások voltak, amelyek hát egyrészről ugye az olvasás szeretetére tanították a gyermekeket, szókincsfejlesztés történt, és nagyon-nagyon élvezték a felolvasásokat, a különböző játékos technikák során tényleg sok ismeretet sajátítottak el, és valóban megszerették az olvasást. A másik környezetvédelmi program pedig hát nem kell mondani, hogy milyen hasznos, ugye a természeti értékek védelme volt a fő tematikus cél, és úgy gondolom, hogy 3 éven keresztül nagyon szívesen vettek részt a gyermekek ezeken. Általában 12 fővel folytak ezek a szakkörök. Több mint 30 gyerek vett részt a Balaton-Lellei táborban is. Sokuk ekkor látta először a Balatont. 3 nagy rendezvényt is tartottunk, Madarak és Fák napját, gyermeknapot és egy környezetvédelmi napot. Itt az egész iskola összes tanulója részt vett, 150 fő,
Nagyon változatos programok voltak, magam is egyik másikon örömmel részt vettem. Hát látszott a gyermekek arcán az öröm, újszerű programok voltak, új élmények, és hát nagyszerűen levezényelték a pedagógusok, úgy gondolom. Azt szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy a pályázati nyeremény, a pályázati lehetőség végtelenül szükségszerű. Ugyanakkor legalább olyan fontos a pedagógusi szándék és akarat, hiszen ezeket le is kell bonyolítani. Hogy legyen pedagógus jelentkező és vállalkozó kedv hozzá, és én büszke vagyok, és meg is köszönöm a pedagógusoknak és intézményvezetőknek főképpen, hogy ezt koordinálták, elvállalták, és színvonalasan lebonyolították. Hát remélem, hogy valóban nagyszerű élményekhez juttattuk a gyermekeket, és abban is bízom, hogy a jövőben lesz még lehetőségünk hasonló programokon részt venni.